Az FIA tegnap délutáni bejelentésével lezárult az új Formula 1-es csapatok számára kiírt több mint fél éve húzódó nevezési folyamat. Ennek során a négy jelentkezőből mostanra csak egy maradt. A szövetség ugyanis elutasította mind a Hightech, a Rodin és a Lucky Sons jelentkezését is. Az Andretti Global azonban zöld utat kapott. Aki rendszeresen követi a csatornánkat, az tudja, hogy a Formula 1 világa régóta hangos az Andretti névtől, és bár most egy fontos engedélyt kaptak az amerikaiak, mégsem garantált a helyük a rajtrácson. Mai rövid videónkban áttekintjük, hogy miről szól a hétfői bejelentés és mi lehet az Andretti projekt jövője, csapjunk is bele! Még 2021-ben jelentek meg azok a hírek, miszerint az Andretti Autósport a Sauber felvásárlásával elindulna a Formula 1-ben. Az üzlet végül nem köttetett meg, Michael Andretti azonban nem adta fel és elhatározta, hogy teljesen új indulóként csatlakoznának a sorozathoz. Az ehhez szükséges pályázati folyamatot idén február 2-án nyitotta meg az FIA. A publikált dokumentum szerint a szövetség egy 11 és egy 12. csapat belépését szerette volna elérni, akik 2025 és 2027 között csatlakoznának a bajnoksághoz. A megfogalmazott jelentkezési kritériumok szigorúnak tűntek, de sok konkrétumot nem tartalmaztak. A döntést az FIA a saját belátása szerint hozhatta meg, amiben a legnagyobb szerepet a jelentkező nemzetközi elismertsége, korábban elért eredményei, technikai felkészültsége, technikai partnereinek száma, és természetesen a várható anyagi háttere játszotta. Nem meglepő módon a legfontosabb az utóbbi volt, a szövetség ugyanis két egyértelmű elvárást támasztott. A jelentkezők nyújtsanak be a pénzügyi stabilitásra vonatkozóan egy 5 éves tervet, valamint legyenek szívesek leszurkolni 300 ezer dollárt pusztán a jelentkezésért. A konkrét követelményeket a jelentkezők külön-külön kapták meg egy titoktartási nyilatkozat aláírása mellett. Természetesen annak érdekében, hogy elejét vegyék egy esetleges FIA FOM háborúnak, már az eddig taglalt dokumentumban is fekete-fehéren leírták, hogy a kereskedelmi jogok birtokosa további követelményeket támaszthat a belépésre jelentkezőkkel szemben. Tehát ahhoz, hogy egy csapat felvételt nyerjen a Formula 1-be, kettő engedélyre van szükség. Egyre az FIA-tól és egyre a FOM-tól. A Cadillac-kel megtámogatott Andretti Global most megkapta az FIA hivatalos jóváhagyását, ez pedig azt jelenti, hogy a szövetség biztosítottnak érzi azt, hogy az új felállás megállja a helyét a Formula 1-ben. Ezt követően indulhat is a meccs a FOM-mal. Ebbe a fázisba csak az Andretti jutott most el, a másik három jelentkezőt korábban kiszórták, de még az amerikaiak helye sem garantált a rajtrácson. Az öreg Andrettinek ugyanis most Ben Sulayem után Domenicalit és a 10 jelenlegi csapatot kell meggyőznie arról, hogy érkezésükkel nem fognak kevesebb pénzt kapni, mint eddig, sőt, közép-hosszú távon nagyobb bevételekre tehetnek szert, mint ha maradna a jelenlegi felállás. Ez pedig nem lesz könnyű feladat. A világszerte észlelhető gazdasági visszaesés és infláció mellett a Formula 1 televíziós nézőszáma is csökkenni kezdett, ráadásul az online érdeklődés is drasztikusan megcsappant. Mindez annak is köszönhető, hogy a Drive to Survive-on és a 2021-es bajnokságon feltüzelt új közönséggel szép lassan szembejött a sorozat valósága. Ilyen környezetben extra bevételek nélkül egy 11. csapat mindenképp bevételkiesést jelentene, és ebbe az üzletbe így nem fog belemenni a mostani 10 istálló. Ezt enyhítendő, eddig 200 millió dollárt kellett volna minden új belépőnek fizetni a FOM irányába, amit aztán szétosztanak a csapatoknak. Amennyiben azonban Domenicali beváltja a még február végi fenyegetését és 600 millióra, vagy netán 800 millióra emeli az új nevezők által fizetendő díjat a FOM-nak, hiszen ennyire becsülik most a konstruktőri bajnokság utolsó helyezettjének piaci értékét, úgy lehet, hogy Andretti maga lép vissza a jelentkezéstől, bár erre kicsi az esély. Az idén több mint 6 bajnokságban induló alakulat jelenleg is építi a 200 millió dollárba kerülő új indiánai központját, kulcspozíciókba igazol mérnököket és gyűjti maga köré a technológiai partnereket. Ráadásul a GM-nél is komolyan gondolják a Cadillac-kel a beszállást, a legfrissebb információk szerint saját erőforrás építését is tervezik. Michael Andrettiék tehát eltökéltek, hogy 2025-ben ott álljanak a rajtrácson, ráadásul úgy, hogy nem egy másodpercnyi hátrányból kergessék a mezőny végét. Összefoglalva tehát a következő dolgokat tudjuk biztosan. Az FIA formálisan elfogadta az Andretti jelentkezését. A jelenlegi csapatok minden áron minimum a pénzüknél akarnak maradni, Domenicali számára pedig a pénzügyi növekedés az elsődleges kérdés.
A csapatok és Domenicali között nagy az összhang egy új belépőt illetően, mindkét említett fél egyértelműen elutasítja egy 11. csapat szükségességét. Az FIA lépését követően azonban elég nagy blama lenne, ha nem tudnának megállapodni Andrettiékkel. A játék inkább arra fog kimenni, hogy minél több pénzt legomboljanak a frissen érkezőkről. A FOM és a jelenlegi 10 csapat akár a kivárásra is játszhat, Andrettiéket azonban szorítja az idő, ha 2025-ben már tényleg ott akarnak lenni a rajtrácson. Mondanunk sem kell, hogy a bajnokság történelmében példátlan ez a fajta ellenséges hozzáállás egy új érkezővel szemben. Főleg a Haas részéről nagyon nevetségesek azok a megnyilvánulások, miszerint nem látják biztosítottnak, hogy egy esetleges második amerikai csapat értéket hozna a sorozatba. Közben persze az új indulók jelentette két extra ülésre, amúgy is nagy szüksége lenne a Forma 1-nek és az utánpótlás sorozatainak is. Ennyi ellentétes, mégis valahol egy irányba mutató érdek mellett kíváncsian várjuk, hogy milyen döntés fog születni a remélhetőleg hamarosan lezáródó ügyben. Ha tetszett a videó, nyomj egy lájkot és iratkozz fel, nyomd be a kis csengőt, nézz szét a csatornán további tartalmakért, ha ennél is jobban tetszik, amit csinálunk, akkor gyere is légy a Patronunk, dobd meg minket egy sorárával vagy egy kicsit többel, az eddigi támogatóinknak nagyon szépen köszönjük, én Szabi voltam, sziasztok!